Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják augusztus 1-én, kedden este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között adták át a 700 millió forintból megújított miskolci légimentőbázist. Faluházat újítottak fel, közösségi teret alakítottak ki a Magyar Falu programnak köszönhetően Vizsolyban. Újra kinyitott a jégcsarnok Sátoraljaújhelyen. Ünnepélyes keretek között adták át ma a 700 millió forintból megújított miskolci légimentőbázist, amely fontos pontja a régió sürgőségi egészségügyi ellátásának. A Belügyminisztérium, az Országos Mentőszolgálat és a Készenléti Rendőrség közös sajtótájékoztatóján dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és dr. Csató Szabolcs, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a fejlesztés kapcsán elmondta, a légimentés semmivel sem pótolható része az életmentésnek, ezért is volt fontos a légibázis megújítása. Magyarországon összesen 7 légimentő bázis működik. Ezek közül az egyik a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei körzetet látja el elsősorban. Ahhoz, hogy a riasztást követően minél gyorsabban a helyszínre érkezhessen a mentőhelikopter és az ott szolgálatot teljesítő egészségügyi szakemberek, korszerű körülmények megteremtésével egy új légimentő bázis kialakításával válik lehetővé, hangzott el az ünnepélyes átadón. A biztonságérzet megteremtése 700 millió forintos fejlesztést jelentett Miskolcon. Ez a teljesen új és korszerű állomás sok tekintetben teszi gyorsabbá és biztonságosabbá a mentést. Egyrészt, hogy sokkal gyorsabban tudnak kivonulni innen a mentőhelikopterrel, hiszen 2-3 perc alatt tudnak elindulni egy-egy riasztás esetén, míg a korábbi esetben is sokkal nehézkesebben lehetett kijutni a hangárból is és elindulni is. Itt a fejünk fölött vannak ezek a fűtőtestek, ezek azt a célt szolgálják, hogy a téli hidegben is olyan meleg legyen ebben a hangárban, hogy a mentőhelikopter azonnal bevetésre kész legyen, és azonnal el tudjanak innen is indulni. Bízunk benne, hogy ez, ahogy mondtam is, tovább fogja növelni a biztonságot, és tovább fogja segíteni a gyors kivonulás lehetőségét. Évente 3800 riasztást kapnak a légimentők országos szinten. Ez napi 10 esetet jelent. Ebben a megyeszékhely is kiemelt szerepet játszik. Tavaly évben innen Miskolcon mintegy 415 alkalommal szállt fel a mentőhelikopter és mentett életet a legprofesszionálisabban felszerelt helikopterünkkel, a legprofesszionálisabban tudással ellátott bajtársaimmal teszik ezt minden nap, mintegy 1000 leszállást és felszállást tettek meg a tavaly évben is. Ezek a feltételek biztosítottak lesznek a jövőben is, és talán egy kicsit előremutatóan bejelentetjük azt, hogy a következő hónapokban már a marcali légimentőbázisunk avatására is készülhetünk, tehát a légimentés is folyamatosan fejlődik. Az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója híradónknak már azt erősítette meg, hogy a légimentésben résztvevők a legkorszerűbb ismeretekkel és technikával rendelkeznek. A mentőhelikoptereknek a bevetési köre ideálisan 80 kilométeren belüli területe korlátozódik, ezt egy körben kell elképzelni, de természetesen a legközelebbi pontokra is történt riasztás. Fordult már elő az, hogy Miskolc belterületére kellett a helikopternek menni segíteni, mint kiemelt mentőegységnek. Emellett ezt a területet tudja lefedni. A megyénkben ugye nagyon sok autópálya megy keresztül, jelentős a tranzitforgalom, elég sok feladatot ad ezeknek a közlekedési baleset az ellátása, és a légimentés kifejezetten professzionális, például a traumatológiai eseteknek az ellátásában, ugyanúgy, ahogy a instabil állapotú belgyógyászati eseteknek a ellátásában is, bárhol legyen az a megyében, vagy a megyét környező területeken is. Az Országos Mentőszolgálat fennállásának 70. évfordulóját ünnepli idén, amelynek szerves része a légimentés is, hangzott el az ünnepségen. Faluházat újítottak fel, közösségi teret alakítottak ki a Magyar Falu programnak köszönhetően Vizsolyban. Mindezeket ünnepélyes keretek között adták át az ott élők számára. Gyopáros Alpára, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy Borsodabolyi-Zemplén vármegye kis településeinek fejlesztésére vonatkozó pályázatok nagy eredményességgel szerepelnek országos szinten. Ez pedig elősegíti azt, hogy a népesség elvándorlást lassuljon, majd újra szempont legyen a családok számára vidéken élni.
Az 1940-es években épült a vizsolyi, ma faluházként működő épület. Az idő vasfoga pedig már annak nagyobb volumenű állag megújítását, felújítását és korszerűsítését igényelte. A Magyar Falu program keretében elnyert támogatásnak köszönhetően többek között a meglévő elektromos hálózat cseréje, a vizes blokkok megújítása szerepelt a megvalósítandó tervek között. Emellett a közösségi tér kialakítása is olyan megújulást hozott magával a szomszédos épületen, mint a tetőcserép cseréje, homlokzat megújítás vagy éppen nyílászárók cseréje. Közel 40 millió forintnyi támogatást jelentett most mindez. Vizsolyi, mivel az Abolykéri Közös Önkormányzati Hivatal egyik kirendeltség, legnagyobb kirendeltsége, legnagyobb ügyfélszámmal működik, és ezért nagyon fontos volt, hogy ez a régi patinás épület, ami 40-es években épült, ez most majd a település központjában azért olyan méltóan nézzen ki, úgyhogy ez fontos volt a számunkra. A másik, illetve a szomszédos épületünk, ami már eléggé le volt amortizálódva, ott egy teljesen új program működik most már, nem kell a közfoglalkoztatást átvennünk egy másik helyre, itt tudjuk teljes mértékben megcsinálni. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye rendelkezik az országban a legtöbb kis településsel. Így a Magyar Falu program pályázati lehetőségei elsősorban ezt a régiót segítik a különböző célok megvalósításában. Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye eddig összesen a Magyar Falu program keretében több mint 70 milliárd forintnyi fejlesztési forrással gazdagodott. Ebben benne vannak az önkormányzati fejlesztések, benne vannak a civil szervezetek támogatásai, a falusi egyházközségek támogatásai, benne van a kisboltok megmentését célzó programunknak az eredménye, és benne van a falusi csok, a falvakban élő, ott családot alapító, ott otthon teremtő fiatalok lakhatási támogatását segítő program is. Ez a 70 milliárd forint egyébként a legmagasabb támogatási összeg a hazai vármegyéket összehasonlítva. Ennek az az oka, hogy Borsod-Abolcs-Zemplén megye azért felülreprezentált a programban, mert nagyon sok kis település van, gyakorlatilag a legtöbb kis település ebben a vármegyében helyezkedik el a programban, és ezért felülreprezentált a megye, és ez a jövőben is így lesz. A térség országgyűlési képviselője szerint is a kis települések csak nyertesei voltak ezeknek a pályázatoknak, hiszen az ott élők számára fontos, komfortérzetet növelő fejlesztések valósulhattak meg. Vizsolyi önkormányzat hál' Istennek jó gazda módjára sáfárkorodta lehetőségeivel, és különösen a Magyar Falu programban immáron közel 100 millió forintot nyert az elmúlt időszakban, nem is szólva az egyházakról, illetve a civil szervezetekről. Közel 300 millió forint ilyen Magyar Falu program támogatásába részesült. A képviselő szerint ezek a fejlesztések közösségi célokat szolgálnak, éppen ezért fontosak. Újra kinyitott a jégcsarnok sátora a Jóújhelyen, hiszen elkezdődtek az edzőtáborok, így már a jégkorongosok, a mű és gyorskorcsolyások is megkezdték a felkészülést a következő szezonra. Az ország több részéről érkeztek csapatok. Séra Zoltán, a létesítmény vezetője elmondta, hogy idén hamarabb nyílik meg a kapu a korcsolya szerelmeseinek, hiszen már a következő éjszakai bobozás alkalmával, közönség korcsolyával várják az érdeklődőket. Legutóbb a sátor a Jóújhelyi jégcsarnokból márciusban jelentkeztünk, akkor már javában tartottak a száraz edzések a zempléni hiúzoknál. A jeget akkor már leolvasztották, hiszen a szezon véget ért, így az erőnlétre helyezte a hangsúlyt a jégkorong csapat. Bár a nyárból még van egy hónap, a jégcsarnok megnyitotta kapuit, mert az elmúlt években kialakult az a gyakorlat, hogy több jégkorong egyesület szervezi ide edzőtáborát. Ezek sora idén sem marad el. Jégcsarnok most már teljes fényében ragyog, úgy, ahogy kell az ilyenkor. Bár mondjuk ez nem általános, mert az országban mondjuk 4 jégcsarnok van most nyitva, tehát ez egy elég különleges helyszín a jeges sportoknak itt Sátoraújhelyen, hogy ilyenkor már júliusban nálunk van jég. Úgy, ahogy ez eddig évek során edzőtáborozó csapatok vannak nálunk, az ország összes vidékéről, részéről eljöttek hozzánk. Mondanám azt, és szeretném azt mondani, úgy, mint az elmúlt években elkezdtük a jégkészítést, de azért a rezsiárak miatt, amit mindenki érez a saját zsebén, az itt egy jégcsarnoknál az hatványozottan igaz. A csapatok 60-ról, Miskolcról és Budapestről is érkeztek, hogy itt tartsák meg az edzőtáborukat. Séra Zoltán hozzátette még, hogy az idei szezonban több tervük is van a jégcsarnokkal kapcsolatban. Idén először megpróbáljuk azt, hogy az éjszakai bobozással egy időben megnyitjuk a jégcsarnokot is. Következő éjszakai bobozáshoz hozzá csatoljuk a jégcsarnokot is, és
először lesz ilyen, ez ilyen teszt jelleggel fog futni, remélhetőleg minél többen lesznek, és akkor rendszeressé tehetjük ezt a mozgásformát a környékben élőknek. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire nyeri el a tetszését a környéken élőknek, és hogyha ez működni fog, akkor szeretnénk szeptember végén, október elején a közönségkorikat a hétvégéken újra elindítani. Addig is a jeget a csapatok teljes mértékben kihasználják, így már a zempléni angyalok is megszervezte az idei élménytáborát a legkisebbeknek. A Solideo Gloria egyházzenei tábor résztvevői jótékonysági koncertet adtak Sátoraljaújhelyen. A vonósokból, részfúvósokból és énekkarból álló alkalmi nagyzenekar előadására sokan voltak kíváncsiak, aminek köszönhetően a jótékonysági gyűjtés is eredménnyel zárult. A kedvezményezett ezen az éven a mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni térségi egyesülete volt, mely saját hagyományos kulturális rendezvényeinek megszervezésére kívánja felhasználni a felajánlott összeget. Többek között Mendelssohn, Handel és Gabrieli által komponált művek töltötték be a Sátoraljaújhelyi Latabár Színház nagy termét, mely egy jótékony célú egyházzenei hangversenynek adott helyet. Az összeálló zenekarokban egy közös volt, mind a Solideo Gloria egyházzenei tábor részvevői, mely már több évtizedes hagyományokra tekint vissza Bózsván. Mintegy 3 évtizedre, és nem először vagyunk már itt Sátoraljaújhelyen, és örülünk annak, hogy visszatérhetünk ide, és azt, amit megtanulunk itt egy hét alatt, azt előadhatjuk itt minden évben. Maga a tábor az Bózsván van, ugye a tábornak a helyszíne. Gyakorlatilag több csoport is dolgozik ebben a táborban. Kórus, nyilvánvalóan kórus, vonószenekar, illetve fúvószenekar, illetve külön hangsúlyt fektetünk a fiataloknak a bevonására, így van egy gyermek vonószenekarunk is, illetve a gyermekek is fognak énekelni a kórusban, illetve örülünk annak, ami külön öröm számunkra, hogy évről évre a tábornak az átlag életkora az csökken, tehát egyre több fiatal van közöttünk. A koncert a barokk dallamok jegyében telt. Örülünk annak, hogy már többször elfogadta a meghívásunkat Gál Tamás karmester úr, aki a Hennel Messiás oratóriumát fogja vezényelni a mai alkalommal. Ebből fogunk részleteket énekelni, de mindez mellett szólóének, vegyeskar, Mendelssohn művek, egy 43. Zsoltárat fogjuk Mendelssohnnak énekelni, illetve egy külön gyöngyszeme talán, hogy a női kar is meg fog külön szólalni, illetve a fúvós együttes fog még több darabot játszani ezen a mai estén. Ezen az éven a gyűjtés kedvezményezettje a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesülete volt, mely szervezet nagyon örül a lehetőségnek, és tudja is már, mire kívánják fordítani az összeget. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ez éven ránk esett a választásuk. Nagy szükségünk van mindenféle támogatásra, ezért különösen fontos, hogy minél többen itt legyünk. Ennek az összegnek is megvan a helye, hiszen nem sokára készülünk megszervezni a 18. kulturális találkozónkat Széphalomban. Ennek a megvalósításához szeretnénk felhasználni ezt az összeget. A hangversenyre sok érdeklődő érkezett, így az adománygyűjtés is sikeresen zárult, mondták el a szervezők. A csapadékos időjárás nem tett jót az idei búzatermésnek. A termés mennyisége bár erős átlagot mutat, azonban a túlzott esőzések minden egyes nappal rontották annak minőségét, mely betakarítással nem várhatott tovább. Így a költséges szárítási munkálatokkal is kalkulálniuk kell a mezőgazdasági szektorban dolgozóknak. Befejeződött a mezőgazdaságban a búza aratása, mellyel a legtöbb helyen a kalászosok betakarítása is véget ért. Országos viszonylatban erős átlagnak számít a termés. Egyes előzetes híresztelésekkel ellentétben mind euró minőségű, mind pedig takarmány minőségű búza sok termett az országban. Nehézséget jelent a szektorból élőknek, hogy a felvásárlási árak részben ezzel összefüggésben alacsonyak.
Elég küzdelmes aratási szezonon vagyunk túl. Az, hogy július 27-e volt az utolsó aratási napunk, az hiszem mindent elmond, mert nem volt akkora területünk, tehát 771 hektár búzát és 147 hektár őszi árpát kellett lehozni, amire ráment az egész júliusunk, mert ahogy mindenki emlékszik rá, ritka olyan két nap egymás után, amikor nem esik az eső, és reggel olyan harmat van, hogy nem lehet elindulni, illetve azt nem mondom, hogy az egész határunk folyamatosan mindig ázott, de így az a esőnyomokbantól a 25 mm-ig minden előfordult egy-egy nap, úgyhogy így nagyon lassan, és amikor odáig értünk már, hogy július 20-a körül volt, és még mindig volt kint több mint 200 hektár, akkor el kellett engednünk azt, hogy szárítás nélküli betakarítási szezonon legyünk túl. A nagy esőzések alkalmával napról napra romlik a búza minősége, így inkább a szárítási költségeket is vállalták a termelők, de nem lehetett tovább halogatni a betakarítást. A mezőgazdasági szektorban az aratás után is jócskán vannak feladatok, melyek egy részét az időjárás hátráltatja. Itt vannak a takarmánynövények, amit kellene behoznunk, illetve hát a búzából is ez csak egy kis része, hogy magát a szemet behozzuk, de még a tarlón, a fele tarlón még a szalma kint van, mert ez is olyan, hogy csak száraznapos időben lehet felhozni vagy felbálázni. Úgyhogy ott vannak a bálázási munkák, amikkel borzasztó lassan tudunk haladni, mögötte ugyanúgy akkor nem tud haladni a tarlóápolási munkák, tehát rengeteg olyan folyamánya van ennek az esőnek, ami károsan befolyásol, mert épp megnéztem ma az adatokat, tehát ebben a naptári évben már több mint 400 mm csapadékunk esett, és tavaly egész évben esett 459. Átlagosan itt 500-550 lenne az ideális, de ha nézem egy évet, tehát tavaly augusztus 1-től idén július végéig, akkor már 720 mm fölött vagyunk, úgyhogy sajnos ez már meglátszik a földeken, és minden egyes munkát befolyásol. A Geomir Kft. Legközelebb a takarmány céllal vetett szudáni füvet fogja elkezdeni betakarítani. Azonban ilyen időjárási viszonyok mellett nehéz jó időpontot találni a munkálatokra. Tette hozzá Leskó Magdolna. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között adták át a 700 millió forintból megújított Miskolci légimentőbázist. Faluházat újítottak fel, közösségi teret alakítottak ki a Magyar Falu programnak köszönhetően Vizsolyban. Újra kinyitott a jégcsarnok Sátoralja új helyen. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!